embert visszaállítja abba a teljes, gyönyörűséges, az lehetek, aki vagyok, és ez nem zavarja Istent, a gondolatom, a vágyaim, amik támadnak, ez teljesen őtőle vannak. Nem én izzadom ki magamból, vagy ki sakkozom, hanem egyszerűen csak jön belőlem. Ez nem azt mondom, hogy ez most így van, de a szabadság tökéletes törvénye az ez. Mert Isten, amit az emberrel tett, az ez. Tökéletesen helyre állította az embert. De mi nem látjuk annak magunkat. Azért mondom, de azért beszélek mindig erről, mert a megváltásnak ez a legnagyobb vívmánya, az ember, aki olyan lett, mint az Isten. Amikor ma ezen gondolkoztam, nem tudtam másra gondolni, hogy olyan vagyok, mint Isten. Akkor hirtelen arra gondoltam, hogy amikor ott volt az Ádám, akkor ő neki csak ez a vonatkoztatása volt. Ő nem hasonlította semmihez, nem tudta az állatokhoz hasonlítani magát, sőt, ugye látta, hogy ez nem olyan, mint én, ez se olyan, az se olyan. Nem talált magához illő, magához hasonlító, mert az ő elméje teljesen az Isten dicsőségével volt tele. És amikor a húsából vette ki a valamit, és akkor azonnal felismert, hogy ez olyan, mint én. Tehát nem volt hülye gyerek, tudta, ez csak azért nagyon fontos, mert ő neki csak ez a viszony volt, nem volt már, nem tudta máshoz hasonlítani magát. És amikor erre gondolsz, figyelj, ez magunkról, ez a legnagyobb ismeret az, ami a legközelebb, a legszorosabban tart bennünket a forrásnál. Mert amikor azt mondod, hogy olyan, ott nincs más, csak én meg ő. Én olyan vagyok, mint ő. És ez fog, én szerintem az Úr ezen keresztül fog egyre jobban kibontani azt, hogy mi is az, hogy mi Isten képe meg a hasonlatossága vagyunk. Hogy micsoda szabadság van ebben, micsoda erő, micsoda gazdagság, hogy Isten az ő bölcsességének meg az ismeretének minden gazdagságát beletette ebbe. Amit az André mondott, ugye, hogy az ő investíciója, azok nem szavak, hogy te vagy az én képem, négy betű, meg a hasonlatosságom. Ez csak azt jelzik, hogy még ennyit jelent ez a dolog. Még lehet, hogy nem annyira gazdag, hogy amikor erre gondolok, akkor az lehet, hogy nem sokat jelent. De amikor egyre, ahogy ez nyílik meg, érezzük azt, hogy ez több a pénznél. Nem lehet megvenni. És gazdagabb vagy, amikor ezt látod, bármi dolognak a birtoklásánál. Nem tudja adni semmi dolognak a birtoklása, vagy ismerete azt a megelégedettséget, azt az örökkivaló ismeretet, amit átviszel magaddal, már most birtokolsz, függetlenül, hogy van tested, nincs tested, ez semmi nem tudja adni, mint ennek a látása és ennek a megismerése. Tehát ez az, amit a Szentlélek csinál velünk, és ez még csak az eleje. Egész életünkben ez fog történni, hogy megismerjük őt, akit elküldött, és ezáltal megismerjük magunkat is, amit ő cselekedett bennünk. Úgyhogy ez szerintem egy fantasztikus dolog, tehát akármilyen hétköznap van, olyan nagy gazdagságunk van, amikor ezt kezdjük felismerni. És ha én lennék a sátán, én minden nap ezt próbálnám elvenni tőled. Hogy minden egy idő múlva oda jussál, hogy koldusként. A François, amikor mielőtt kezdett ezekről beszélni, nagyon-nagyon régen, nagyon-nagyon lesüllyedt az élete, és meséli, hogy ült a taxiban, és ment egy világi zene, és azt énekelte az énekes, hogy koldusként ülsz egy arany utcán. És abban a pillanatban megnyílt a szeme, és megértette azt, hogy nem az a szegény, aki szegény, akinek nincs semmije, hanem az a szegény, akinek minden, az az igazán szegény, akinek mindene megvan, de azt hiszi, hogy nincs semmije. Tehát ez egy sokkal-sokkal rosszabb állapot, ismétek, aki átutazta az Atlanti-óceánt, és a jegyével lentette a kekszét, és a jegyébe minden benne volt, ezt így szoktuk mondani. De minden emberre igaz ez, a hívőkre és hitetlenekre, hogy Isten ezt a gazdagságot elhelyezte mindnyájunkba. És ez az örömhír, hogy ezt felfedje a szemünk előtt. És ez Istennek a látása. Amen. Halleluja. Köszönjük neked, Jézus, hogy megvilágosítasz bennünket, Uram. És olyan csodálatos vagy, Uram, hogy ezt nem lehet venni pénzen, Uram. Nem azt mondtad, Uram, hogy miért adunk pénzt azért, amik elvesznek, vagy nem is tudom, hogy van az Ézsaiásban, Uram. És köszönjük neked, Uram, hogy te ezt ingyen adtad, Uram. Kegyelemből, Uram. Hálát adunk te neked ezért, Uram, hogy még Uram, csak kapizsgáljuk, Uram, az, hogy micsoda gazdagság az, aki bennünk van, Uram. Hogy te bennünk lakozol, Jézus, halleluja. Köszönjük, Uram, hogy nem csak egy ilyen valamilyen történelmi dolog, Uram, ami történt akkor,
akkor, hanem te valóban újjá tettél bennünket. Olyanok vagyunk, mint Ádám volt, Uram, aki a te képed és a te hasonlatosságod, aki olyan, mint te, Uram. És hogy érezte, hogy te vagy az ő apukája. Téged látott, Uram, színről színre, Uram. Hálát adunk te neked ezért, Uram, hogy mi is a te jelenlétedben vagyunk állandóan, Uram. És köszönöm, hogy egyszer meg is látunk, Uram, téged teljesen, Uram. Minden, most, Uram, hitáltal vagyunk, Uram, hitáltal látunk téged, de, Uram, köszönjük, hogy egyszer színről színre, Uram, mindenféle akadály nélkül, és, Uram, köszönöm ezt neked, és te világosítsál tovább is mindnyájunkat Jézus nevében. Ámen. Ámen. Halleluja. Van-e valakinek kérdése? Vagy bármi hozzáfűzni valója? Amen. Jó, igen, amen. A szerdán ugye beszéltünk a cselekedetekről, és akkor ugye amikor volt a farizeus, meg a vámszedő felment a templomba, és ahogy imádkozott a farizeus, azt mondta, hogy nem vagyok olyan, mint, és akkor több mindent mondott. Mi volt az, amiről beszéltünk, illetve nem vissza kell mondani, amit én mondtam, csak amit te gondolsz róla, hogy ugye ott ő is valamihez hasonlította magát. Azt mondta, nem vagyok olyan. És mi volt az ő hasonlításának az alapja, ha erre emlékeztek, vagy mi volt, amit itt így próbáltam feszegetni? Igen, hogy? Így van. Azt mondta, hogy ő igen, nem olyan, vagy igen, mondta is, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, de ő mire alapozta, ez a kérdés, akkor így mondom nagyon egyszerűen, ő mire alapozta azt, hogy ő milyen? Törvény, igen, nagyon jó a törvény, más ilyen hétköznapi módon, törvény az jó. Azt mondta, hogy kétszer viszem a, igen, pontosan, a cselekedet. Tehát ő azzal, azzal különböztette meg magát, hogy ő mit csinál, és mit nem csinál. Ők ilyenek, meg olyanok, de én ezt, meg ezt csinálom, és én nem vagyok olyan. Tehát az ő összehasonlításának az alapja az volt, amit tesz az ember, vagy nem tesz az ember. És ott a másik, a vámszedő, az azt mondta, hogy irgalmaz nekem bűnösnek, és utána ő, mi történt vele, hogy mondja az ige? Igen, megigazulva ment haza. Annak az embernek ott most ő nem hasonlítgatta, de onnantól kezdve ő mihez kezdi hasonlítani magát, aki megigazult? Igen. Így van. A megigazulásnak az a lényege, a dikaiosünének, hogy hasonlítok Istenhez. Nem én találtam ki, ezt mondja a Pál sok helyen, tehát a dikaiosüné azt jelenti, hogy a két fél hasonlóságot ismer fel egymásba. Tehát az, amikor Isten olyan dolog, mintha tudjátok ezt a példát, csak most ide próbálom valahogy alkalmazni, tisztítja a mester az ezüstöt, és amikor, mit tudom én, tiszta 10%-ig, akkor itt úszik benne a trutyi még, akkor 20%-ig, 30, 40, érted, a kezd a salak veszik le, vagy lefor, vagy mit tudom én, hogyan van, és a végén, akkor látja a saját arcát benne. Tehát azt mondja, ez olyan, mint én mondom rá. Nem az ezüst. Én mondom. Tehát Jézus, amit tett az emberiséggel, csöpögött a vére. Eddig tiszta, addig tiszta, amadig, és nem állt meg 50%-nál, vagy 90%-nél, és akkor majd a 10%-ot hozzáteszi az emberiség, hanem 100%-ig tiszta. Szent, innocent, ártatlan, tökéletes, stb. Most jó, elvégeztetett, tökéletes. Látom magamat benne. Fantasztikus. Ezt akarom elmondani ennek a süketnek, hogy én látom magamat benned, és te is így lássad magadat. És akkor rájön arra, hogy ő nem egy szennyes valami, az volt, de teljesen megtisztult. És innentől kezdve ő ennek látja magát, megigazulván, mint haza. Most egy ilyen régésre mondva, tehát megigazulva ment haza. Vagy ugye ugyanez volt a házasságtörő asszonynál, mondta, hogy nem kárhoztatlak. Ez azt mondta, hogy
Az előbb még volt benne, még 2000 évvel ezelőtt még láttam ott az ezüstben a szennyet, de nem látom. Nem látom benned a szennyet. Nem kárhoztatlak. Nem mondom többé azt, hogy ilyen vagy. Menjél és legyél olyan, mint egy tiszta ezüst. Többé ne vétkezzél. Nem kell így gondolnod magadra, hogy neked el kell buknod. De ha vétkezünk, van szószólunk, ugye azt mondja János, ha vétkezünk, van szószólunk. De ez az, amire én megszabadítottalak. Ha ezt látod, akkor tisztán fogsz élni. Ez az, amit a sátán beszennyez, hogy te nem vagy ilyen, te szennyes vagy, és akkor vétkezik az ember. Ez az, amiről már beszéltünk, tudjátok, hogy a lelkiismeretünket megtisztította Isten. És hogyha tisztának látjuk magunkat, akkor tisztán fogunk cselekedni. Ha nem látjuk úgy, akkor még az is, hogy tudod, nem az, hogy szándékosan vétkezel, csak például, mint ideges voltam. Ez is csak azért, mert azt hiszed, hogy te ilyen természetű vagy. De ez nem igaz, ez hamis dolog, te nem vagy olyan természetű. Lehet, hogy fiziológiailag ezt tetted, vagy ilyet szoktál, de a megváltás miatt egy isteni természet van benned, egy tiszta valami van benned. És változtasd meg a képet magadról. Ugye az ember előtte felcserélte a képet, az Isten gondolatát magáról. Most azért jött el Jézus, hogy cseréld fel, térjél meg, változtasd meg. Azért, mert ő megváltoztatta. Nem kell neked már így gondolnod magadról. Nem kell ezt csinálni, nem kell azt, nem kell lopnod, nem kell, hogy ideges legyél, nem kell, hogy aggódjál. Mert te már ilyen vagy, és abban van benne a megváltás. Jó, akkor még utolsó kérdés. Számítanak-e az embernek a cselekedetei? Igen, vagy nem? Ez az bevezető kérdés. Számít, vagy nem? Akkor így kérdezem, hogy mihez számít, vagy mire számít, mert számítanak. Számítanak. Jó, tehát mielőtt bárki félni kimondani, számítanak. Mire számítanak? Tehát számít-e az Istennek, hogy ki tudom-e vívni Isten tetszését egy cselekedetemmel. Nem? Jó. Oké. Akkor mi értelme van a cselekedeteknek? Oké. Mivel tudom kivívni Istennek a tetszését, elismerését, szeretetét? Így van. Mert mi vívta ki? Igen. Tehát így van. Tehát ezt kevesebben nem lehet kivívni. Tehát ez lehetetlenség. Oké. Tehát Jézus kivívta ezt, akkor mi értelme van a cselekedeteknek? Ez a Máté 5.5-ben volt, hogy így van, nagyon jó, pontosan. A hitet abból lehet látni, hogy cselekszik. Így van. És a Máté 5-ben beszéltünk arról, az ugyanaz, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az embereket, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát a cselekedetek azok mire vannak? Hogy így van, és azt az Istennek a dicsőségét, tehát az a dicsőség, amit mi már látunk és értünk, azt mutatjuk meg a cselekedeteinkkel. De ez spontán, erőfeszítés nélkül, ez a természetünk, ez jön belőlünk, ez nem idegen tőlünk. Tehát amikor azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ez teljesen természetes nekünk. Igaz? Tehát ez nem olyan, ami idegen te tőled, mert te tudod, hogy ilyen a természeted. Vagy amikor azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez nem idegen te tőled, mert te tökéletes vagy. De ha azt hiszed, hogy nem vagy tökéletes, akkor egy lehetetlen küldetéssé válik az egész. És csak egy törekvéssé válik, egy elérhetetlen dologgá. Azért, mert ezt nem lehet elérni az embernek. Sem a szentséget nem tudja elérni az ember, sem a tökéletességet. Ezt ért el Krisztus, és ezért tudom, ezért tudok én szent lenni és tökéletes lenni. És ezért tudok ezek alapján cselekedni. Így? Oké. Jó, volt, ez volt a két ilyen, vagy három ilyen review question. Köszönöm szépen a helyes válaszokat. Jó, nem biztos, hogy annyira világosan kérdeztem, aztán azért is lehet, hogy nehéz ezt így. Amen. Jó, akkor vége van a
hivatalos részének. Mit? Már meg vagytok áldódva mindenre. Mondd. Ja, igen. Szerintem az azért, mert ha valaki cselekszi a bűnt, az nem jelenti, ugye Pál mondja valahol, hogy ne adjunk helyet a sátánnak. Tehát ezekről még nem beszéltünk, de hogyha például én, amikor akkor mondtam, hogy elváltam, én tudtam, hogy az bűn, de ez nem jelentette, azt éreztem és tudtam, hogy Istennek a viszonya nem változott felé. De én ezzel kinyitottam a sátának, és például történtek olyan dolgok, amifelt nem tudtam kontrollálni. Például ez veszi? Igen. Mindegy, szóval történt olyan dolog, ami beállítottál? Ja,